újabb karcagi cég kapott támogatást. Karcagi a körében is népszerű hajdúszoboszló, sok az illegális hulladék lerakó térségünkben. Jégkrémfogyasztási rekord. Jó estét kívánok! Önök a nagykunsági híradót, a Karcag Televízió napi hírműsorát látják 2022. június 2-án 18 óra 5 perckor. A Széchenyi Terv Plusz keretein belül Magyarország kormánya és az Európai Unió társfinanszírozásában igényelt, illetve kapott támogatást berendezések vásárlására a Multitech nagy teljesítményű technológiai rendszerek korlátolt felelősségű társaság. A részletekről Dorka Donát ügyvezetőt kérdeztük. A cég 153,55 századmillió forint feltételesen visszanemtérítendő Európai Uniós támogatást nyert a mikro-, kis- és középvállalkozások modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztések támogatása című pályázaton. Széchenyi Terv Plusz keretein belül a Magyarország kormánya és az Európai Unió társfinanszírozásában igényeltünk, illetve kaptunk támogatást berendezések vásárlására, mintegy 150 millió forintnyi támogatást nyertünk el. 3 szerszámgépet fogunk beszerezni, jellegüket tekintve egy marógépet, egy öttengelyes marógépet, egy heggesztőrobot cellát és egy élhajlító berendezést. Továbbá részt veszünk egy tanácsadási programon, aminek az eredményeképpen egy képzési tervet fog részünkre a tanácsadó cég készíteni. A cég alapítás 1991-ig nyúlik vissza. Tulajdonképpen a mai napra már a tevékenység fő része a lézeres megmunkálásra alapuló bérmunka, CNC burkolatok, mezőgazdasági munkagépalkatrészek gyártása két telephelyen. A cég alapítás az 1991-ig nyúlik vissza, akkor a potetlen több mint 30 éves a cég. Tulajdonképpen a mai napra már a tevékenységnek a fő része az lézeresre megmunkálásra alapuló bérmunka, CNC gépburkolatok, mezőgazdasági munkagép alkatrészek gyártása. Kettő telephelyen rendelkezünk, itt ahol most vagyunk, ez a Kisújszási út 181, illetve van a Laktanyában egy telephelyünk. Az imént említett berendezéseknek egy része ide kerül, a hegesző robot szállt, az például a Laktanyai telephelyre fogjuk telepíteni. Tulajdonképpen ez a csarnok, ahol most állunk, ez egy új beruházás, ez tavaly épült, tavaly kaptuk meg a használati engedélyt, és tavaly költöztettük át ide a gépeket, illetve a mögöttem látható egyébként lézergép is tavalyi beszerzés, tehát ez is egy új berendezés. Nyilván igyekszünk a megnövekedett vevői igényeknek eleget tenni, illetve ezek a berendezések már ugye jóval termelékenyebbek, mint a jelenlegi korosabb berendezéseink. A cég jelenleg 65 főt foglalkoztat, akik között vannak fiatalok. A többség azonban középkorú, de egy nagyon jó kollektíva, akiknek nagyon jó a hozzáállása, így a cégvezető büszke arra, hogy velük dolgozhat. A hajdúszoboszlói gyógyfürdő egész évben üzemel. A csarnok 3 gyógyvizes medencéje mellett 4 nyitott látványmedence áll a vendégek rendelkezésére. A fürdőben több mint 40 féle kezelés vehető igénybe orvosi felügyelet mellett. A jódos, brómos, konyhasós gyógyvíz elsősorban reumatikus betegségek gyógyítására alkalmas, de az idült mozgásszervi betegségek, kopásos, degeneratív betegségek esetében is jelentős javulást eredményez. 11 éve járunk, minden évben két alkalommal jövünk, egyszer szeptemberben és egyszer májusban. De nagyon jó társasággal jövünk, először 6-an jöttünk, most 35-en. 35-en, és ez egy vidám társaság. Nagyon jól érezzük magunkat, jó kezeléseket kapunk, és nagyon jó a kemping, ahol vagyunk. Igaz, hogy most egy új helyen vagyunk, de nagyon jó, nagyon szépek, újak a házak, nagyon kedves, aranyos mindenki, nagy szeretettel jövünk, és jövünk még 10 évig.
Az az igazság, hogy nagyon vidám társaság vagyunk, csak azokat hozzuk, akiknek átkattan az agyuk, amikor ide jönnek. Itt aztán van activity, lakodalom, mindenféle játék. Amikor hazamegyünk, akkor visszakattan az agyunk, és nagymamák, feleségek és anyukák vagyunk. És ez így természetes, de én azt hiszem, hogy mindenkinek a sok munka mellett szüksége van erre a két hétre, hogy itt egy kicsit felszabadulunk, nem törődünk semmivel, nem kell főzni, gyerekek mosogatni, gyerekek legyünk újra, mert erre mindenkinek szüksége van. A fürdőkúra hatása sebészeti, idegi, bőrgyógyászati eredetű megbetegedések, az ekcéma pikkelysömör kezelése során is észlelhető. Ortopédiai műtétek utókezelésében agyvérzés utáni állapot, helynemedén kór után kialakult bénulás, idült idegfájdalmak és ideggyulladások kezelésében is alkalmazható. Nagyon jók a kezelések, az iszap az felülmúlhatatlan, és most már harmadik éve minden alkalommal 2 hetet vagyunk itt, mi ketten a barátnőmmel. Hát nagyon, most prima idő volt, már a múlt héten is gyönyörű idő volt, még jobb idő volt, mint most, tehát nagyon jó. Tehát én, amíg tudok, és lesz rá lehetőség, én mindig így szeretnék jönni továbbra is, hogy a 2 hetet, mert a 10 kezelés az már igen, az már nagyon jó. A 30 hektáros, gyönyörűen parkosított terület május 1-től szeptember 30-áig tart nyitva. A 13 különböző élmény úszó, hullám, pezsgő és gyermekmedence közül minden korosztály kedvére válogathat. Mi kimondottan nyaralni jöttünk, egy kicsit üldülni és medencézni. A strand igazi slágere a pálmafákkal és homokos parttal övezett mediterrán tengerpart, amely 6200 négyzetméteres vízfelületével Közép-Európa legnagyobb épített medencéjének számít. A Jászberényi Rendőrkapitányság és a társszervek munkatársai fokozott ellenőrzést tartottak az illegális hulladék elhelyezésének felszámolására Jászapátiban. A Jászberényi Rendőrkapitányság összehangolt akciót tartott a katasztrófavédelem, a kormányhivatal, a NAV, a Jászapáti önkormányzat munkatársainak és a Jászhegyszolnok megyei rendőrfőkapitányság bűnügyi igazgatóság, valamint a Tisza-Megtó egységének közreműködésével. A fokozott ellenőrzés célja a településen a hulladékgazdálkodást érintő jogsértések kiszűrése, felszámolása. Az akcióban résztvevők Jászapáti területén 15 helyszínen jelentek meg, amik közül egy esetben olyan körülményeket találtak egy családi háznál, hogy hulladékgazdálkodás rendjének megsértése büntet miatt eljárás indult a Jászberényi Rendőrkapitányságon. A társszervek több eset kapcsán közigazgatási hatósági eljárást kezdeményeztek. A Rotary Klub 2 éve kezdett gyermeknapi jégkrémosztási akcióba. Idén sem maradtak jégkrém nélkül a gyerekek. Jó, hát nagyon megörültem, hogy így a ország több pontjáról is egyszerre nyelhetjük a fagyit. A Szolnok-Tisza Rotary Klub 3. alkalommal is megrendezte gyermeknapi jégkrémosztási akcióját. A Szolnok-Tisza Rotary Klub, amely már 3 éve szervezője a gyermeknapi jégkrémosztásnak, Szandaszőlősön, ezen a város részen találta meg a gyülekezési pontját, tehát itt van a székhelye. Ezért úgy gondoltuk rotaristaként, hogy ha már itt van a mi székhelyünk, és minden héten itt találkozunk, akkor a helyi általános iskola, a Szandaszőlősi általános iskola legyen az, ahol a jégkrémet kiosztjuk a gyerekeknek. Ugye én két oldalról is érintett vagyok, hiszen a kislányom ebbe az iskolába jár, és több rotaristának is ide jár az iskolája, hiszen sokan itt lakunk. Nagyon örültünk annak, hogy a klub úgy döntött, hogy végül ezt az iskolát választja, hiszen a gyerekek mindig örömmel fogadják az édességet, a jégkrémet különösen, és mivel ez már egy visszatérő rendezvényünk, ezért azt gondolom, hogy már szinte ismerős is számukra, hogy a jégkrémet megkapják és elfogyaszthatják. Talán ami különleges, hogy ez iskola időben történik, és kint az iskola udvarán. Korábbi jégkrémosztásaink hasonlóképpen nem mindig gyereknapon történtek, volt, amikor egyszerűen csak eljöttünk és jégkrémet osztottunk nekik, akár tanévkezdés alkalmából, akár gyermeknap alkalmából, mindig kitörő örömmel fogadták. Egy kicsit megédesíti az iskolai perceket. Az idei kezdeményezéshez határon innen is túl majdnem 30 Rotary Klub csatlakozott, és közel 30 ezer jégkrémet kértek. 3 évvel ezelőtt kezdtük el itt Szolnokon ezt a gyereknapi jégkrémosztást,
és a tavaly szeptemberben konferencián német László Frici úr, kormányzó úr kért fel arra, hogy a mi klubunk, a Szolnok-Tisza Rotary Klub szervezze le az Országos Gyereknapot, és hát február óta szervezzük, hogy ez a mai nap ez összejöjjön. Az egyik klubtagunk, a Szolnok-Tisza Rotary Klub tagja, Jégkém nagykereskedő, és 3 évvel ezelőtt, ahogy mondottam, elindult a Jégkém osztás, akkor ő ajánlotta fel az alapanyagot, és ez most is így van. 5, 4, 3, 2, 1! Van! A start az úgy történik, hogy egy vezérlőből, visszaszámolva 13:00-kor az ország minden pontján egyszerre nyalnak vagy harapnak bele a gyerekek a jégkrémbe. És ezt kik fogják hitelesíteni? Rekordellenőr, Zoom linken keresztül, tehát ugye minden helyszín Zoom linken keresztül feljelentkezik a csatornára, ahol fent lesz természetesen a rekordellenőr is, és minden helyszínen van egy jegyzőkönyv, egy előre kiadott jegyzőkönyv, ami szerint a létszámot hitelesítik. És így áll össze a rekord, ami jelen pillanatban igazából mindegy, hogy hány fő vesz részt, mert még csak rekord felállításról beszélünk, jövő reményénk szerint döntésről. A szervezők azt a döntést hozták, hogy megpróbálnak felállítani egy magyar rekordot. A rekordot sikeresen megdöntötték. Az eseményen német László Frici, a Rotary Magyarország kormányzója is részt vett. Mai rendezvénynek az volt a célja, hogy a Rotaryt egy kicsit népszerűsítsük. Ugyanis az van a Rotaryval, hogy a Rotary klubok azok rengeteg jót cselekszenek a saját környezetükben, csak ez valahogy nem kerül ki a nagy nyilvánosság elé, mert hiszen egy kicsit szerényen megbúvunk a háttérben. És ennek a rendezvénynek az egyik célja az volt, hogy a Rotaryt egy kicsit ismertét tegyük. Sikerült? Én úgy gondolom, hogy sikerült, igen, hát rengeteg gyerek van, ugye a Rotary diákcsere programban ők is majd egyszer csak fölnőnek, és akkor be fognak tudni kerülni, tehát én úgy gondolom, hogy ez egy jó irány. És hát hallottuk itt közül, hogy meglett a rekord kísérlet is, mit szól ehhez? Hát ennek nagyon örülök. Guinness rekordot szerettünk volna, de hát ez nem sikerült, mert nem tudunk bekerülni a Guinness könyvbe, de egyébként a magyar rekordot ezt felállítottuk, úgyhogy lehet megdönteni. Kedves nézőink, napi hírműsorunkat, a Nagykunsági Híradót látták. Riportjainkat újra megnézhetik internetes felületünkön, a www.karcagtv.hu weblapon, vagy töltsék le a Karcag Média Centrum applikációnkat az App Store vagy a Google Play áruházból. Viszontlátásra!